A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, egy gondolat, a Szabad Színházról nem csak hogy szabad, de kell is beszélni, hiszen egyrészt befutott nagyszerű színészek alkotják, barátaink, meg annyi előadás bizonyítja, Nagy Judit rendezésében és a többiek rendezésében, illetve számtalan fiatal tehetség bontogatja szárnyait, akik nagyon-nagyon sok örömet szereztek nekünk. És persze azt is tudjuk, hogy jó néhányan ugye új utakra indulnak, és a mai vendégem is ilyen, hiszen Csizmadia Máté a vendégem. Szervusz Máté, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszöntelek. Mégpedig azért, mert hogy a legnagyobb örömünkre a Színművészeti Egyetem filmrendezői szakán fogod megkezdeni tanulmányaidat, és ahhoz, hogy jutottál el, ezt meg kell, hogy ismerjünk téged kicsivel jobban. Hiszen azt meg annyi darabban szerepeltél, amit itt bemutattunk mi a kulturális magazinunkban már, idestova azt hiszem, hogy évek óta, hiszen már 7 éve, hogy a Szabad Színházas vagy. Igen, körülbelül. Körülbelül. Emellett pedig a versünnepen is találkozhattunk a neveddel, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső az életedben, a felnőtt kor küszöbén, ha úgy tetszik, ha valaki megméretteti magát, és siker. Egy Charlie Chaplin gondolatot hoztam itt előjáróban, ő azt mondja, hogy kötve hiszem, hogy a színészetet meg lehet tanulni, láttam rendkívüli értelmi képességű embereket, akiknek beletört ebbe a bicskájuk, és láttam sült bolondot egészen jól játszani. A színjátszáshoz elsősorban érzésre van szükség. Nos hát, mikor jött neked az az érzés, hogy mindenképpen színjátszással szeretnél foglalkozni? Hát, kicsit furán indult az is, ezt el kell mesélnem a legelső alkalomra. Édesapám meg édesanyám találtak egy hirdetést az újságban, hogy a Nagy Juditék szerveznek egy gyermekeknek egy ilyen színjátszó közösséget, egy színjátszó csoportot, és majdnem nem mentem el, mert megkaptam életem első 3-as matematika dolgozatát, és nagyon harag volt otthon, de aztán békévé oldotta végül ez a utána az idő, és elmentem, hála Isten, arra a színjátszó bemutatkozása, vagy ott volt egy ilyen beiratkozásszerű, és hát ide jutottam. De igazából az, hogy színjátszani, hogy ezzel foglalkozni, ez mikor alakult ki, hát sodródt. Én azt szoktam mondani, hogy sodródtam, és egy kicsit most is még sodródok, de élveztem minden egyes percét, pillanatát, hiszen nagyon sok élményt szereztem, nagyon sok barátot, nagyon sok szakmai és emberi tapasztalatot, és nekem mindig ez volt a legfontosabb. Híve van a te történetednek ezek szerint. Tehát van. Ugye azt tudjuk, hogy a szabadszínházasok a prikulicsokkal kezdődik, aztán, hogy eljussanak értelemszerűen a nagy színpadig a nagyokkal. Ezek fontos. Melyek voltak a legfontosabb állomások? Kezdjük azzal, hiszen ez tanulható óhatatlanul is, viszont tehetség kell hozzá. De sokan azt mondják, hogy a tehetség akkor jó, ha szorgalommal párosul. Ez teljesen egyetértek. Tehát, hogy szorgalom mindenki, alázat, szakmai alázat, szorgalom és tudásvágy. Tehát, hogy az a szomj kell hozzá szerintem sokszor, ami ahol sokan elbuknak. Hát igazából az első ilyen állomás az 2016 volt, amikor 2016 szeptemberétől már játszottam a nagyobb társulatban, a Juditékkal, Liszkai Teréz, második Vak Béla című drámáját mutattuk be, az volt az első ilyen állomás, aztán utána következő évben a koronázási szertartás játékokon is játszottam már a nagy színpadon, statisztáltam, és akkor 2018-ban szerepeltem először a Vörös Marti színháznak a színpadán a Perej Uram című előadásban. Az áttörést jelentett számodra? Hát mindenképpen, tehát hogy akkor ismertem meg a színháznak egy olyan
perspektíváját, amit azelőtt el sem tudtam képzelni, tehát hogy más, akárhogy is más profi körülmények között, más független körülmények között játszani, ugye a Szabadszínház, mint független társulat, de mindegyik egy óriási élmény, de másfajta tapasztalás. Nekem az ott biztosan egy olyan pont volt, ami egy ilyen állomás, egy ilyen stáció. Tehát megerősítést jelentett mindenképpen. Hát persze, főleg az, hogy utána szerepelhettem még többet, tehát beugrottam, és végül benne is maradtam a Pál utcai fiúkban, és a régi módi történetben, és akkor illetve csináltunk még egy Trianont 2020-ban, amikor volt a versünnep is, ahol tovább jutottam, de ugye ott már jött a Covid időszak. A Covid, és nem volt döntő. Tehát nyilvánvaló a szerep is meghatározza valakinek a személyiségét, de kik voltak azok a rendezők? Nagy Juditot említsük meg először, hiszen Nagy Judit adja az indítatást a sok-sok fiatalnak, és azt hiszem, hogy ez egy remek dolog mindenképpen. Persze, sőt, hogyha ő nincs, akkor én sem biztos, hogy itt ülök, tehát hogy kell az a noszogatás sokszor, az a kis terelgetés, amit ő csinált, és illetve azok a szerepek, amiket adott, tehát hogy amikben igazán fejlődni tudtam. Hát ezekben az időszakokban, tehát hogy olyan sok rendezővel nem dolgoztam. A Szikora Jánosnak a darabjaiban voltam, ami nem beugrás volt, ő volt még a meghatározó alak, meg hát nyilván Nagy Judit, és akkor színjátszó csoport létrejött még 2019-ben egy ilyen úgynevezett bázischoport, amikor is a kisebb gyerekekből már nagyobbak lettünk, és elváltunk a még kisebbektől. Az lett a Kerekes Áron vezetésével, ő is meghatározó volt, ő egy fiatal, hát nekünk rendező. Ugye néhány szerepet mondtál, ezek voltak nyilván a kulcspillanatok, de melyek a továbbiak, melyek voltak azok, amelyekben én például a Három Erdődi említeném, én azt gondolom, hogy az egy fantasztikus lehetőség egy fiatal számára is, hogy megmutassa, hogy a különböző generációk miként vélekednek krízis helyzetekben. Hát meg, hogy először találkozzon egy olyan pillanattal, amikor nem tud elbújni, tehát hogy ott lehet, tehát mikor hárman vagyunk egy alapból is kis térben egy kamaradrámában, ott nem lehet elbújni, ott nem lehet hiteltelen pillanat az embernek, mert akkor nem él meg a dráma, és nem él meg a darab. Ugye ti egy jó csapat vagytok, az Igéző, mondhatjuk a Szabadszínház mindenki. Ki volt, aki hatással volt rád, akire kiemelten oda kellett figyelned, akitől sokat tanulhattál, hogy aztán a végén dönthess a jövődről? Én őszinte leszek, a kemény magból nem tudok külön kiemelni neveket, mert valahogy minden, tehát hogy mint egy család, vagy mint egy jó csapat, minden megvannak a különböző mozgatórugók, és megvannak az olyan emberek, akik ezt a magot alkotják, és azokból mindenkitől lehet tanulni, és mindenkitől kell. Amit az imént említettem, ezt a tudásom, tehát hogyha az ember szeretne valamit, és tudatosan készül, én nekem sokáig az volt az álláspontom, meg most is az, hogy meg kell figyelni ezeket az embereket, és ilyes formán mindegyiktől tanulni tudtam. A Balogh Misiéktől, a Bencéktől, a Szabó Miklós, vele is ugye a Három Erdődit, ha már említjük. Tehát, hogy mindegyiktől mást lehet tanulni, mert mindegyik másként él a színpadon, mindegyik másképp viselkedik. Ugye a versünnep zsűrijeként azt figyeltem meg a te versmondásodban, hogy keresed a mélységeket, ez tudatos? Persze. Én úgy gondolom, hogy ha valamit át szeretnék adni, akkor annak legyen üzenet, legyen valami olyasfajta mélység és magasság, vagy amit lehet dekódolni. Tehát, hogy én a későbbiekben is ezt szeretném keresni, és ezt mondtam a szakmai bizottságnak is, hogy átadni szeretnék. Most még nem tartunk ott, egyelőre menjünk el a Vasváriba. Jó. A Vasváriba, hát az összefügg nagyjából ezzel az időszakkal a Perei uram előtt már, mert ugye én hatosztályos gimnáziumba jártam.
Hát emlékszem arra a pillanatra, amikor Nagy Juditnak meséltem, hogy felvettek a Vasváriba. Ez már 6 éve, pont most volt 6 éve, amikor megjött az üzenet. És az egy más világ volt ahhoz képest, amit én előtte tapasztaltam, mert én az Úrhidai általános iskolába jártam. Az is nagyon jó volt, és amúgy jó felkészítést kaptam a továbbiakhoz, de azért mégiscsak más bekerülni egy sokkal nagyobb közösségbe, egy sokkal elevenebb közösségbe, ahol az embernek kirajzolódik majd az a bizonyos énje. Tehát, hogy rengeteg lehetőséget kaptam ebben az időszakomban, mint a Vasváritól, mint a Szabadszínháztól, és ezek formáltak a legjobban engem. És ez mindig megerősítést jelentett. Én azt gondolom, hogy mivel hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy végigkísérhettük a pályafutásodat, ezek nagyon fontos pillanatok voltak. Mikor döntöttél a jövődről? Folyamatosan ki volt tűzve a cél, nyilván? De aztán változott. Tehát, hogy a megerősítéshez még visszacsatolnék, hogy voltak sikertelen castingjaim is, volt a versünnep selejtezőben, az elsőben nem jutottam tovább, de ezek utólag én úgy gondolom, hogy jól hatottak rám. Mert hogyha az ember folyamatosan megerősítést kap, folyamatosan pozitív az a visszajelzés, akkor lehet egy kicsit elrugaszkodik. De nekem azok így utólag jót tettek. Bocsánat, mi volt a következő kérdés? Igen, a másik, hogy az iskolában hogy fogadták azt, hogy megmérettetsz színházban, szinkronban, majd erről később beszélünk, és egy csomó más helyen. Jól fogadták, jöttek is előadásomra, volt, hogy osztályjal szerveztünk, tehát hogy eljöttek a Három Erdődire, legutóbb eljöttek, nem csoportosan, de jó páran a rendezésünkre, és az nekem mindig egy jó eső dolog volt, mikor nem csak nyilván a szakmai része is megerősít, de hogy a barátok, a közvetlen kapcsolat az is megerősít abban, amit csinálok, és jól fogadták, sokszor kérdeztek róla, tehát hogy ez egy természetes dolog volt, hogy én mondjuk nem vagyok, mert színházba vagyok, és hogy 200 óra hiányzásom van, de valahogy mégis amúgy az osztályközösségemben is szerintem valamelyes kulcsfiguraként tudtam működni. Ugye a színház az egy csoda dolog, az alapja mindennek, mondom én. A televízió viszont a maga különlegességével új kihívásokat rejteget minden fiatal számára. Ugye te egy szinkroniskolába jártál, és megtaláltak a televíziós szerepek. Ez hogy történt? Hogy tudtad megszokni, hiszen teljesen más a munkafolyamat, minden más. Hát a szinkroniskola az olyan volt, amilyen. Igazából az kevésbé tett hozzám szerintem így utólag, mint ezek a fehérvári évek, ez a 2018-19-20, de a tévé, na az tényleg egy más dolog. Amíg a színházban van idő, hogy megszülessen a csoda, hogy létrejöjjön valami varázslatos a színpadon, addig a napi sorozatnál, vagy a televízióban erre kevesebb idő van, és egy másfajta munkafolyamatot ismertem meg, de én ezt nem bánom, tehát hogy úgy gondolom, hogy nyissa a világlátásomat, ahogy több mindent megtapasztaljak, ahhoz kellett, és én nagyon szeretem azt a másfél évet, amit a televíziónál eltölthettem. Vannak-e kedvenc szerzőid, hiszen egy fiatal számára nagyon fontos a moralitás. Elveszni látszik mostanság, de azt gondolom, hogy te azok közé tartozol, akinek ez kivételesen fontos. Hát igazából a magyar irodalomban a 20. századi lírikusokat nagyon szeretem. Tehát, hogy engem sokkal hamarabb fogtak meg és fognak meg a versek. Igazából, mint az egyéb alkotások, mint még talán a színházi drámáknál is hamarabb megfognak a versek. És a színházi szerzők közül? Hát igazából nagyon szeretem, ha most én diákszínjátszókkal, amikor dolgoztunk, nagyon szerettük mindig a H. János műveket, a Tasnádi műveket, mert néha, tehát úgy éreztük, hogy azokat ránk írtak. Tehát a mai kortárs írók, szerzők közül őket kiemelni. Milliárdot is ugye felfedezte Nagy Judit, tehát az is egy csoda volt. Igen, igen. Hát ő mondjuk nekem ott a Pánik az egy
én jobbnak tartom a magát a művet, talán, mint a Káosz, de mind a kettő. Igen, hát cool darabokról beszélünk. Igen. És mennyit segített a fejlődésedben, hogy megtaláltak a főszerepek is? Hiszen nyilván a mellékszerepből is nagyon sokat lehet tanulni, de a főszerep az igazi kihívás, hiszen velem kezdődik minden, ha úgy tetszik. Igen. Hát, de ahhoz meg kellett az alázat, hogy az ember ne szálljon el magától. De közben meg, ha a szakmai részét nézzük, azok a legcsodálatosabb és legjobban fejlődésre ösztönző pillanatok, amikor valaki főszerepet játszik, mert tényleg, amit mondtam, hogy ott nem lehet elbújni, tehát, hogy ha valaki minőségi munkát szeretne csinálni, azt ott meg kell. Ott meg kell, hogy szülessen az adott karakter, és abban sok munka kell, és azok fejlesztettek a legjobban. Mennyire formál egy fiatalt a színház? Először nézzük azt a kívülállókat, hiszen nyilván tudod, hogy azért jársz színházba. Igen. Azon felül, hogy játszol, hogy tudod, hogy nagyon fontos maga a néző számára is egy-egy darab. Nem csak azért, mert a fiatal számára tanulságul szolgál maga a történet, hanem azért is, hogy látja, hogy miként. De aztán bekerül a csapatba, ha úgy tetszik, és az egy teljesen más dolog. Ebben egyetértünk, hogy teljesen más a kettő, viszont úgy látom az ismerőseimnél, és akár a fiatalabbaknál is, hogy van rá igény, hogy színházba járjanak, és van rá igény, hogy azt értelmezzék, és értelmezni tudják. Például a gólyáim idén eljöttek, vagy hát már tavaly nem is emlékszem, hogy volt, de a Három Erdődire októberben. És az ő osztályfőnökük az én történelem faktos tanárom volt. És vele beszéltük, hogy ő egy kicsit félt attól, hogy érteni fogják-e. De pont előtte héten megnézték a tanút, és megnézték utána a Három Erdődit, és értették, és értették azt a morális kérdéseit a végén, hogy a srác elmegy, elhagyja az országot, kimegy, diszidál, meg az egész, hogy ahogy széthullik minden, és vagy mégis közben összeépül. Értették ezeket a fogalmakat, értették azt a mondani valót, amit a darab el akart mondani, és szerették értelmezni, ahogy hallottam. És szerintem ez fontos, hogy a színházzal foglalkozzanak, nem csak drámaóra keretein belül, már amennyire drámaóra keretein belül foglalkoznak színházzal ezek a tizenévesek. Különböző a környező országokban látunk amúgy erre javaslatot és megoldást, például Romániában harmadik osztálytól, ha jól tudom, van színházi beltetés, tehát hogy foglalkoznak, érzékenyítik, és szerintem ez fontos lenne most is, hogy ezeket a tizenéveseket jobban érzékenyítsék. Ebben például a Vasváriban segít a Diák Színpad? Persze. Hiszen az egy párhuzamos dolog, de ott nálad találkozik a szabad színházas jelenlét, a szinkron, a televízió és a Diák Színpad. Igen. Volt szerencsém egyébként látni egy Diák Színpados előadást, ott is nagyszerű. Ott vezérszerep hárul rád mindenképpen, ez fontos? Hát kinek fontos, nekik vagy nekem? Nekem fontos volt neked valahogy. Neked és nekik is. Nekem fontos volt, én nem, valahogy nem az a fajta vagyok, aki volt olyan, amikor jobban szerettem kicsit hátrébb, de valahogy mindig oda lyukadtunk ki, hogy nekem hogy központi figurává váltam, de ahogy észreltem, ők is szerették mondjuk a legutolsó állapotot, amikor rendeztünk nekik, és úgy mi instruáltunk, nem a Judit, tehát hogy ez egy másfajta tapasztalás volt nekik is, de összességében jól sikerült szerintem. Tehát itt már kinyíltatok bizonyos értelemben, hogy a későbbiekben valamilyen szinten rendezéssel szeretnél foglalkozni. Igen. Ez ideje korán eldőlt? Nem tudom. Én azt szoktam mondani, hogy amikor a Covid időszak bejött, akkor nem játszottam, és elfogytak az ambíciók. És ahogy visszatértünk, valahogy nekem a rendezés volt az, ami érdekelt jobban, ami izgatta egy kicsit, ami jobban izgatta a fantáziámat. És oda jutottunk, hogy végül nem adtam be a színész szakra a jelentkezésemet, csak a színház rendező és a film műsor és televízió rendezőre. Ugyanakkor rendezőként már kipróbáltad magad a Szabad Színházban, kipróbáltátok a társaiddal, és ez egy siker volt. Igen. Milyen tapasztalások erősítettek meg abban, hogy ez a te utad? Hát az, hogy például
díjakat nyertünk. Tehát, hogy a legnagyobb szakmai elismerés, amikor valaki, például lent voltunk a regionális országos diákszíjátszó találkozón, talán jól mondom, abban, és ott elhoztunk egy rendezői díjat, legjobb látványdíjat, és az előadásunkból négyen is, vagy hárman legjobb színészdíjat kaptak. Tehát mindent. Tehát, hogy amikor az ember ennyi díjat kap, és szakmailag is megerősítik, az el tud indítani egy olyan reakciót, hogy jó a fejben, hogy jó, nekem ez talán jobban áll, vagy ez jól áll. Bár nem, tehát kaptunk színészi díjakat is, tehát játszóként is volt rá alkalom, és játszóként is megerősítettek, például mikor a Három Erdődit játszottuk a Páristen Fesztiválon, Börcsök Enikő, Isten nyugasztalja, még élt, és akkor megfogta a kezem, hogy gyere, csináljuk, és segítek. Hát az nem jött össze, az most nem úgy alakult, de a rendezésben is megerősítettek, úgy néz ki. És nyertünk kisfilmmel is díjat, amit én rendeztem még 2018-ban. Úgyhogy ezek mind olyan eredmények voltak, amik segítettek ezt eldönteni. Nos, a színház rendezői szakra jelentkeztél első körben, nem vettek fel, csalódást éreztél? Őszintén nem. Valahogy ez párhuzamosan futott a színházrendező és a filmrendező felvétel, sőt a filmrendező kicsit hamarabb, és valahogy ez nekem most ott komfortosabb volt. Valahogy jobban éreztem magam abban a közegben, mint a színházrendezőnél, és ezt nem azért mondom, mert oda nem vettek fel, és hogy így mentsem magamat, vagy mossam kezem, de valahogy az egy kicsit más. Most ott jobban éreztem magam. Nyilván egy ilyen elemi csalódottság volt bennem, mert mégiscsak a színház volt az, ami így összetartott, vagy ami átölhet az évek folyamán, de olyan mérhetetlen nagy csalódottság nem volt bennem. Átgondoltad már, hogy mi vár rád szeptembertől? Valószínűleg nem. De elmondták, hogy nem lesz egyszerű, és remélik, hogy legalább annyit fogunk együtt nevetni, mint amennyit sírni. Ezek így nem hangzanak feltétlenül olyan nagyon jól, de biztos vagyok benne, hogy hasznunkra fog válni. És azt sajnálom egyébként, hogy a filmezés nem volt úgy itt a gimnazista éveim folyamán lehetőségem úgy ezt nagyon kipróbálni, mert filmes ilyen oktatások így a városon belül nem nagyon vannak, és amúgy szerintem azt érdemes lehetne, mert az is egy másfajta tapasztalás és egy kulturális fölény, hogyha valaki színházzal, filmmel foglalkozik fiatalként, abból csak előny kovácsolódhat számomra, vagyis nekem legalábbis csak előny kovácsolódott belőle. És mit mondtak otthon, illetve a társait, hiszen nyilvánvaló ez egy kivételesen fontos pillanat egy fiatal életében? Hát nagyon örült mindenki, és nagyon gratulált mindenki, és nagyon jó leső volt, hogy kérdeztek róla, hogy beszéltünk róla, hogy mi volt a felvételin, akkor most ez milyen felvételi volt, tényleg 5 forduló volt, nem csak egy, és hogy kérdeztek, beszéltünk, a család is nagyon örült, barátnőm is nagyon örült, úgyhogy igazából túlságosan minden klap volt eddig, úgyhogy kíváncsian várom nagyon, hogy milyen lesz. Mit kívánjunk neked? Hát jó ötleteket, sok erőt. Nem tudom, de én csak köszönni tudom az itt eltöltött éveimet, és most van bennem egy ilyen kis üresség, vagy lesz bennem, hogy fel kell költöznöm, és ott kell tevékenykednem, mert én szerettem itt. És ez nem egy végső búcsú, tehát hogy én nem szeretnék Fehérvártól semmiképpen elszakadni, tehát hogy nem diszidálok. Csak ez most egy olyan stáció lesz az életemben, egy olyan hosszabb folyamat, most először 3 év, aztán majd még, ha mesterképzésre megyek, akkor még 2, amikor kevesebb időm lesz arra, amire eddig volt, és többet kell majd a szakmával foglalkoznom, még többet.
Nincs kétségem felőle, hogy megbirkózol ezzel, hiszen így ismertünk meg, és én is mindannyian, minden fehérvári nevében, színházbarát nevében sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Csizmadia Máté volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.